Engedélykötelek. Ezért nem közterület, ami most vagy... Szabadigához tartozik, ugye? Igen, állami terület, és szeretnénk itt a kacsákról egy kis fotót csinálni. Nem a kacsák felé néznek, hanem a pontás értékezés felé. Akkor egy kicsit arrébb megyünk. De a kikötő is állami terület egyébként. Jó, ez nem az én dolgom, engem nem azért fizetnek. Balaton Aliga egy gyönyörű, bár hányattatott sorsú település, talán ez a kettő tulajdonsága össze is függ egymással. A Rákosi korszakban a kommunisták teljesen kisajátították ezt a gyönyörű üdülő részt, gépkarabélyos őrökkel őrizték. A rendszerváltás után Antall Józsefék privatizálni akarták, de a civileknek ezt sikerült megakadályozni, ám Gyurcsány Ferenc idején valóban eladta az állam egy izraeli befektető cégnek. 2018-ban pedig, hogyhogy nem, Mészáros Lőrinc vásárolta meg azt az izraeli céget, amely tulajdonosa ennek a területnek, és többszörös törvénysértés, illetve kifejezetten erre a területre szóló jogszabályalkotás is történt azért, hogy a magánérdek felülírhassa a közösségi érdeket. A Mi Hazánk az emberek oldalán áll, a kommunista rendszertől kezdve napjainkig, azonban egyik hatalom sem ezt tartotta szem előtt, nem azt, hogy az emberek itt tolhassák a parti sétányon a babakocsijukat, vagy biciklizhessenek, vagy egyáltalán élvezhessék a Balatont, hanem megpróbálták minél nagyobb értékben, minél magasabb báron értékesíteni ezt a területet. Most egy hónapunk maradt, hogy a magyar állam végre érdemileg cselekedjen és beavatkozzon, és megmutassa, hogy nem a milliárdos oligarchák magánérdeke, hanem az itt élő, itt nyaraló, itt üdülő emberek közösségi érdeke a fontos, és valóban bizonyíthatja, hogy a Balaton mindenkié, minden magyar emberé. A pénz érdeke ne írhassa felül a magyar emberek érdekét, ez a Mi Hazánk mozgalom elvárása. Itt állunk az bizonyos aligai terület fölött, amelyet ugye beépíteni készülnek. Megmutatnád nekünk, András, hogy mi az, amit itt terveznek a hátunk mögött található gyönyörű fás részre? Igen. Képviselő asszony, itt Aliga északi részén vagyunk, ahol a parti részen villasor épül, partig lenyúlóan beépítve a parti sétányt, fölötte lévő részen pedig zárt lakópark készül. Ezt a csodálatos természetes környezetet, ami itt látható, ez meg fog szűnni, kivágják és épületek fognak jönni, úgyhogy búcsúzhatunk tőle. Háttérben látható a móló építése, ahol gyakorlatilag egy íves szárnyat kap a déli móló látható, és az is látható, hogy mélyítik a két móló közötti medret. Alapvetően egy kicsit akkor tekintsünk vissza az időben, hogy hogyan is jutottunk el idáig. Ugye a kommunista időkben már az akkori állami vezetés is szemet vetett erre a területre, és akkor is ugyanez a probléma állt fenn, hogy a pártközpont kisajátította a saját embereiknek, a saját vezetőiknek ezt a területet, fegyveres őrök őrizték, és a lakosság, az aligaiak nem használhatták, nem élvezhették ezt a partszakaszt. Majd ugye Antallék is privatizálni akarták, ezt sikerült megakadályozni, de 2007-ben végül Gyurcsányék egy izraeli cégnek adták el ezt a területet, és ilyen innentől kezdve kezdődtek el gyakorlatilag azok a viszontagságok és törvénytelenségek, amelyeknek a sorozata érinti ezt az egyébként tényleg valóban gyönyörű természeti kincset és gyönyörű területet. Majd 2018-ban hogyhogy nem, Mészáros Lőrinc is szemet vetett a területre, és üzleti érdekeltségével megjelent itt. Ezt követően született egy jogszabály, ami jelen pillanatban a legnagyobb problémát okozza, ezt kimondhatjuk, és a legnagyobb gátja annak, hogy a közösség, az emberek, az itt élők és az itt üdülők használhassák ezt a területet, ez a kiemelő kormányrendelet, amelynek a visszavonását követeli az Egyesület a kormányzattól, és ezt várja el, hogy ez megtörténjen.
mi az, ami röviden, hogyha összefoglalnád, hogy mi az, ami, amit ez tartalmaz, és ami itt a problémát okozza, ami miatt a közösség nem fér hozzá gyakorlatilag ehhez a területhez, illetve ha a közeljövőben nem történik változás, akkor úgy tűnik, hogy végleg elveszíti az állam ezt a gyönyörű természeti kincset. Annyival egészíteném ki képviselőasszony hozzászólását, hogy 2004 évben tüntetésekkel a Gyurcsány kormány idején sikerült megértetnünk a közfunkciókat, a közterületeket, és sikerült elérnünk, hogy már jogszabályok tartalmazták, hogy 10 hektár állami terület marad, és 2007-ben úgy privatizálták az izraeliek, hogy ez a 10 hektár állami tulajdonban maradt. Tehát nagyon fontos, hogy megértették, hogy szükség van itt a falunak a közfunkciók biztosítására. A 2 évvel ezelőtt megjelent kiemelt kormányrendelet mindent felülírt, egy tolvonással 30 évi civil munkánk eredményét megsemmisítette, amit nem tudunk elfogadni. Az indoklása a kormányrendeletnek turisztikai fejlesztés, de valójában most az új koncepció szerint is egy telekre terveznek szállodát, a 23 telekből, és 22 telken pedig magánvillák és magánlakóparkok készülnek, de a legnagyobb problémánk most alig a 2-n van, hogy 5 telket már eladtak úgy a promót, hogy ott parti sétány húzódik, amelyet a lakosság használ, és ezt most szeretnénk valahogy megakadályozni. Tehát ha jól értem, az állam ezt akkor tudná megakadályozni, ha élne az elővásárlási jogával, igen, és ezzel biztosítaná, hogy a parti sétány fennmarad, igen, mert jelenleg úgy adták el ezeket a telkeket jogellenesen, jogellenesen, hogy a parti sétány, ami közvetlen kapcsolatban van a parttal, azt is a magántelkek részévé fogják tenni, és ezáltal a lakosok nem tudják használni a Balaton közvetlen partvidékét a jövőben, hogyha ezt nem tudja a kormány, vagy a rendelet hatályon kívül helyezésével megakadályozni, vagy azzal, hogy elővásárlási jogával élve megveszi maga ezeket a telkeket. Szeptember 14-én már az adásvételi szerződések megkötésre kerültek. Ebből az eladó, a Promot Kft. Figyelmét elkerülte, hogy nincsenek benne azok a kötelezettségek a vevőre, mely szerint biztosítania kell a közösség elől el nem zárható parti sávot. Mivel nincs ez benne, az új vevő jóhiszeműen veszi meg, és már nem köteles biztosítani számunkra a parti sávot, tehát a partig egyedül fogja használni a telkeket. Most ezért nincs más megoldás, hogy 60 nap van arra, hogy az állam érjen az elővásárlási jogával november 21-ig, és utána pedig az állam szabályozza ki a parti sétányt, ami kötelező volt a promót számára a szerződés szerint, de szerződésszegő módon a mai napig nem helyezte önálló helyrajzi számra a parti sétányt. 540 méter parti sétány tűnhet most el a turisták, a magyar lakosság elől. Ő most a 9, 10, 11, 12 idáig eladja ezt az 5 telket, és előtte nincsenek meg a parti sétányok önálló helyrajzi számon, és mi ezt szeretnénk elérni, hogy az állam vegye meg ezt a parti sétányt, tűzze ki ugye önálló helyrajzi számra, és a fölötte lévő telkeket értékesítse. És akkor ezeket, jó, a középsőket adja, igen, el a 9, 10, 11, 12, 13. Igen, igen. És az előtte lévőket, azokat később itt most ez az aszfaltfut, ami alul van, és igen, itt van, most körülbelül itt állunk, igen, és itt ide jönnek a lakóparkok, ja, majd Isten, ide. Ez az állami terület, és most itt fogunk bejönni. Itt, az aszfaltúton. És az állami terület itt végig balra lesz, idáig a közpark, és ez a strand. És ez a bejárat, ahol... Ez itt lesz. Itt van balra ugye a strand, egy fantasztikus 2,2 hektáros őspark, amit a kormányrendelet 1000 négyzetméteres telkekre óhajt parcellázni, és 6 emeletes, 18 méter magas épületeket akar ide engedni építeni, mint építési telek lett a kormányrendelet szerint. Tehát gyakorlatilag közvetlenül a partra is 18 méter, igen, magas épületeket, igen, lehet. És innen kezdődik a 4,3 hektáros zöld terület, egy fantasztikus arborétum,
egy őspark, ez a bizonyos Z3-as közterület, ami közparknak hívjuk, mert a helyi építési szabályzat szerint ez egy közpark, és önkormányzati tulajdonba kell, hogy kerüljön a szerződések és a vagyonkezelési szerződések szerint. Tehát a három út és ez a közpark, ez 7 hektár, ennek önkormányzati tulajdonba kellene, hogy kerülni, de ez építési telek lett szintén, mégpedig kikötő épület címen. A kormányrendelet 2 éve megtiltotta a Z3-as közfunkciót, és azért érdekes, mert a Balaton törvény 76. paragrafusa kogensen leírja, hogy a település rendezési eszközökben foglalt zöld területeket, strandterületeket, parti sétányok nem csökkenthetők. Tehát itt a kormányrendelet itt alkotmányellenes. Az a lényeg, hogy ezt a területet az állam most élve elővásárlási jogával vegye meg, hogy a parti sétány megmaradjon 540 méteren hosszan. Itt állunk tehát a kikötő oldalánál, ami most láthatóan le van kordonozva, ugyanis körülbelül 1 milliárd állami támogatásból kikötőfejlesztés zajlik. Ennek kicsit a környezetvédelmi oldaláról szeretnék beszélni. A Balaton az minden évben úgy néz ki, hogy nyár elején van egy bizonyos vízszintje, és abból mindig a nyár végére, körülbelül szeptemberre éri el azt a minimum szintet, ami az éves minimum szintje. Most nyár elején a Balaton vízszintje úgy nézett ki, hogy alatta volt a szabályozási szintnek, ami azt jelenti, hogy nem lehetett a siófoki zsilipen engedni belőle, mert akkor olyan kicsi volt a vízszint. Nyár alatt végig figyeltem a vízszintet, méregettem, és augusztus végén a nyár elejé vízszinthez képest körülbelül 50 cm tapadt a víz, mert akkora extrém hőségek voltak a nyáron, hogy ilyenkor naponta akár 0,5 cm, vagy akár 1 cm is apadhat a vízszint. És ez az alacsony vízszint az elkövetkezendő években is borzalmas probléma lesz itt a Balatonnál. A klímaváltozás nem segít ebben, hogy a vízutánpótlás megoldódjon, és hogy több eső essen, ez nem várható nyáron. És egészen elképesztő dolognak tartom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor 1 milliárd forint állami támogatás sokkal hasznosabb környezetvédelmi szempontokra is fel tudnánk használni, akkor egy ilyen kikötőt, amit köztudottan nem az átlagemberek használnak, hanem a gazdagok, azt kikotorják. Nem tudjuk, hogy egyébként, hogy mennyivel mélyítik meg. Azt viszont tudjuk, hogy onnan kivett iszapot, ami egyébként veszélyes hulladék, nem megfelelően tárolják el, illetve múlt héten vettük észre, hogy a kikötő mólójának a közepén volt 4 darab, körülbelül 20-30 éves fa. Ez nagyon szép látképet adott az egész kikötőnek, ezt a 4 fát kivágták. És hogyha most itt mögénk nézünk, ezen a területen, itt egy pár évet csináltak tarvágást, itt az Aliga 2 területén, és a tarvágás előtt körülbelül 2-szer annyi fa volt itt, ezek is 40-50-60 éves fák, és elképesztően fontos lenne az, hogy a Balaton partján rengeteg fa legyen, és egy természetes környezet fogadja az ideérkezőket, meg a tónak az ökológiai felújulása szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy a parton is egy nagyon nagy biodiverzitás legyen. Ahogy látjuk most, hogy nincsenek itt a nyaralók, nincsen nagy forgalom, rengeteg sirály, hattyú, vadkacsa van itt, illetve azt is fontos lenne megjegyezni, hogyha itt elkezdenek a magánvillák épülni, valószínűleg a part sem fog nekik így tetszeni, újra betonozzák, újra struktúrálják az egészet, talán még azt a kevés nádast is kivágják, amit ott láthatunk, pedig sokkal fontosabb lenne az, hogy ahelyett, hogy elveszünk a víztől, elveszünk a természettől területet, inkább visszaadunk neki, visszavadítjuk a területet, hogy a Balaton part, ami egy természetes tó, egy természetes parttal is rendelkezzen. Itt vettük észre a partvédművön, hogy ki festékkel, szórópisztollyal ide, itt az egyik telekhatár,
hogy parti nyúlóan fogják értékesíteni. Itt tartunk most, 30 vagy akár 80 év viszonttagság után, 30 éves civil küzdelem után, a jövő héten pedig az országgyűlésben fogom számon kérni a kormányt, hogy álljanak az emberek oldalára, és ne a pénz legyen a fontos számukra, hanem a természeti környezet védelme és a magyar emberek, a magyar közösség érdeke. Most kiderül, hogy valójában mi a fontos a kormánynak.